Jó estét, tiszteltel köszöntöm Önöket, Róna Jégon vagyok, az Egyenes Beszédet látják, és elemző urak érkeztek hozzánk, mindenki másfelől egy kicsikét, mert van, aki az elemzéshez szükséges adatokat állítja elsősorban elő, Purai András. Szép estét. Publikus stratégiai igazgatója, és itt van Kis Ambrus, a Policy Agenda ügyvezetője, aki meg ezekből az adatokból dolgozik, javarészt. Jó estét. Ha lassan is, de kopik Tarlós István népszerűsége. A Népszava megbízásából készült az a kutatás, ami az alapját adja a mi beszélgetésünknek, és a Népszava ezzel a mondattal kezd, mint a saját közönségének egyfajta felkínált étlap. Hogy íme ez a legfontosabb, ezt tessék. Ez tényleg ennyire egyértelműen kimondható? Hát a kutatásaink alapján, ugye itt több kutatásról beszélünk, mert csináltunk egyet fél évvel ezelőtt is, meg egyet egy újabb fél évvel ezelőtt, abból látszik az, hogy Tarlós bizony kopik. Két, sőt három mutató van, ami alapján ezt bátran kijelenthetjük. Az egyik a népszerűsége, ez 5-7% pontot csökkent idővel folyamatosan. Az alkalmassága, ez is körülbelül 5% pontot csökkent, illetve a rászavazó embereknek a száma, ami szintén csökkent, és azt is tudjuk egyértelműen állítani, hogy a változást az ellenzéki szavazók, sőt, elsősorban a baloldali ellenzéki szavazók okozzák. Ők azok, akik még fél évvel ezelőtt is, meg egy évvel ezelőtt is átszavaztak Tarlósra, akik még alkalmasnak tartották Tarlóst, akik népszerűnek gondolták Tarlóst, az ő körükben fogy Tarlósnak a népszerűsége, és eljutottunk oda, hogy a legesélyesebb kihívó, aki ugye a mérésünk szerint jelen pillanatban Karácsony Gergely, a legesélyesebb kihívóval szem, de kb. 50-50-re áll a meccs, ami mondjuk fél évvel ezelőtt mínusz 8 pontra állt Karácsony Gergelyhez képest. Megyünk lépésről lépésre, Ambrus. Ezt gyakorlatilag semmi más nem okozza, csak az, hogy lett egy előválasztás, az, hogy állandóan szó van az új jelöltekről, az ellenzéki oldalon megjelenő jelöltekről, akik ilyen módon sokkal inkább szereplői lettek a közéletnek, mint mondjuk a korábbi választásoknál? Szerintem többféle dolog. Egyrészt nyilván ez is. Tehát, hogy a januári előválasztás az egy sikerélmény volt az ellenzéki szavazó tábornak, már csak azért is, mert bekövetkezett, már csak azért is, mert a vártnál sokkal többen mentek el, és hát egy kicsit át is mozgatta ezt a közeget, és szerintem ez a mostani előválasztás is azzal, hogy három jelölt van, vagy legalábbis tudomásunk szerint három jelölt van placon, ez megint versenyt teremtett, tehát megint csak egy olyan hangulatot teremt, ami optimizmusra ad okot. A másik pedig az EP választás, bármilyen meglepő. Az EP választáson az ellenzéki szavazótábor azzal szembesült, hogyha tényleg képesek összeadni az erejüket, akkor leváltható a Fidesz a fővárosban, és ez nyilván megint csak növeli azt a várakozást, azt a kedvet, hogy minél többen menjenek el szavazni. Nem tekintik lefutott meccsnek láthatóan az ellenzéki szavazók az őszi választásokat. Na de az adatok. Egyet dolgot mi hagyd tegyek hozzá, egyetértve azzal, amit mondtál, hogy még az is benne, hogy megjelentek azért potens kihívók a színen. És eddig nem igazán voltak. Tehát eddig nem volt senki sem megnevezve az ellenzéki oldal részéről, mint aki leválthatja Tarlóst. Ennek okán az ellenzéki szavazók bizony bizonytalankodtak. És most, hogy elkezd kicsúcsosodni majd az ellenzéki oldalon a vezető személyiség, így elkezdtek az ellenzéki szavazók is hinni abba, hogy bizony Tarlós leváltható, elkezdtek azok az ügyek, politikai ügyek, szakpolitikai ügyek megjelenni a napirenden, amivel kiderült, hogy bizony Tarlós nem mindenható, bizony sok mindent elrontott, és ez önbizalmat ad az eddigeken túlmenőleg az ellenzéki szavazóknak. Közben az jutott eszembe, hogy erről eddig nem nagyon beszéltünk, de hogyha valaki megnyeri az előválasztást, akkor azzal a lélektani előnnyel, vagy helyzettel indul neki a valódi választásnak, hogy ő már győztes. Tehát a szavazó, amikor azon gondolkozik, hogy szavazon egy ellenzéki jelöltre, akkor egy győztesre adhatja le a szavazatát, még akkor is egy házi bajnokságon nyert, de ez elhalványodik, végül is nyert. De ennek ez azért... lélektanilag egy nagyon fontos elem lehet. Így van, és ugye ő egy kampánysorozatnak az egyik utolsó állomására ér el az őszi választásra, miközben Tarlós most próbálnak kezdeni egy kampányt, ugye most még nem is tudja, hogy kivel kell ringbe szállnia. Nem is nagyon jönnek át az ő üzenetei, hiszen azért az ő médiatere is korlátozott abból a szempontból, hogy a Fidesznek van egy önálló nagy médiatere, de hát azt nyilván azt leuralja, abba kevéssé jelenik meg most Tarlós, és ezzel szemben tényleg azt látszik, hogy dübörögnek a médiában az ellenzéki jelölteknek az üzenetei, és nyilván aki majd megnyeri június végén a választást, az ezzel a lendülettel tudja végigvinni a nyarat, illetve az őszelejét. Pénteken volt egy vendégem, Böcskei Balázs, aki szintén egy kutatással érkezett, hiszen ő meg az IDEA intézetet képviseli, és ő azt hozta ki, hogy Kálmán Olga nagy fölénnyel vezet Karácsony Gergelyre szemben a baloldali előválasztásra hajlandó
szavazók körében. Most olvasom az önök, a Publikus Intézet kutatását, ahol meg az jön ki, hogy Karácsony Gergelyről 46%, Kálmán Olgáról 37% hiszi el, hogy alkalmas a főváros irányítására. Hogy lehet az, hogy időben ennyire egymáshoz közeleső kutatások ekkora különbséget mutatnak? Hát egyrészt ugye, bár időben közel esik egymáshoz, mégis itt nagyon gyorsan pörögnek az események, és itt pár nap is nagyon sokat számít. Ugye mi kutatásunk az 11 és 14-e között készült, tehát kedd és péntek között, és ráadásul ugye mi telefonon kutattunk, 800 fő budapesti választókorút kérdeztünk meg. Úgyhogy az időbeli eltolódás, a módszertani különbségek, ugye mi nem Facebookon kutatunk, hanem a klasszikus telefonos kutatás módszerét alkalmazzuk, és valószínűleg a másféle kérdésfeltevése nem tudom, hogy a jó, másik kérdés, hogy készül. Az egyszerű fogyasztója ezeknek az adatoknak, honnan tudhatom, hogy melyik milyen? Tehát ehhez nekem igazán nincs közöm, látok egy adatot, és el kéne hinnem. Hát ugye lényegében igen, de hát azért van egy érdemi track recordja mindegyik kutatónak és kutatócégnek, és azt hiszem, hogy ez megalapozza a bizalmat ahhoz, hogy ezeket a kutatási eredményeket azért meglehetősen komolyan lehet. Értem, bár lehet, hogy nem akarom most ezt érteni, hogy ebben most nem menjünk mélyebben. Fontos nekünk, választóknak ezek az adatokkal bíbelődnünk most? Vagy egyelőre mindenki próbáljon a saját érzései után menni inkább? Nyilván mindenki a saját érzései után menjen, tehát ez egy olyan választás, amikor nem kell mérlegelni, hogy ki az esélyesebb jelölt, húzza be arra az X-et, akire egyrészt menjen el, hogyha ellenzéki szavazónak számít, hiszen ezzel is erősíti a demokratikus versenyt, kettő pedig hát húzza be arra, akit jobbnak tart, tehát itt ebben sem kell matekozni. Csak egy dolgot ez a vitához, mert ugye könnyebb helyzetben vagyok, hiszen nem kell védenem egyik álláspontot se, borzasztó nehéz mérni egy olyan helyzetet, amikor várhatóan az én becsléseim szerint 60 ezeren mennek majd el előválasztani. Ezt a 60 ezer embernek a preferenciáját borzasztó nehéz megmérni egy közel 2 milliós város. Meg kéne találni ezt a 60 ezeret. De hát egyrészt ugye megtalálni nagyon nehéz, tényleg azt tudni, hogy akkor ő valóban el is megye, tehát hogy ezért ez nem egy egyszerű folyamat. A másik pedig, hogy itt tényleg a napoknak nagyon nagy jelentősége van. Tehát van egy lecsorgási ideje minden történetnek, hiába hangzik el az ATV híradójában, hogy valaki indul az előválasztáson, az azért kell 3-4 nap, amíg a társadalom mélyebb rétegeibe is lecsorog, és erről beszélgetnek az emberek, majd véleményt is kialakítanak ennek kapcsán, amit várhatóan fenn is tartanak. És nyilván persze ott esetben átgondolják a preferenciákat. Amúgy mi készítettünk ilyen kutatást az előválasztás első fordulója előtt is, ez ugye tavaly decemberben már többször hivatkozott fél évvel ezelőtti kutatás, és ott meglehetősen pontosan mértük a választó kimenetét. Gondolom ez optimizmusra ad most. Ezt természetesen optimizmusra adok. Ott a kérdés az, hogy megtalálható-e az az ember, aki elmegy előválasztani, azért szerintem megtalálható. Ugye nyilvánvalóan megkérdezünk sok minden mást az emberektől, azon kívül, hogy kire szavaznának. Megkérdezzük tőlük azt is, hogy például elmennek előválasztani, megkérdezzük azt is tőlük, hogy amúgy ellenzéki szavazók, vagy pedig kormánypárti szavazók. És ezen háttérváltozókból azért nagyon sok következtetést lehet vonni. Például azt látjuk, hogy az ellenzéki táborban egyértelműen 36-30-ra vezet Karácsony Gergely, a Momentum jelöltje az ugye 8%-ot kapna. A választásokat biztosra ígérők, az előválasztások részvételéket biztosra ígérők körében pedig 28-24-re. És ugye azt azért fontos észrevenni, hogy ez egy egyértelmű előny Karácsony Gergely számára, ezért a hibahatár nagyon közel van. És nem lehet azt mondani ezek alapján, hogy ez egy lefutott meccs lenne, már csak azért sem, mert a választadóknak a különböző kérdésekre, különböző csoportokban vizsgálva azt látjuk, hogy 33-44%, ami bizonytalan abban, hogy kire fog szavazni, azaz nagyon sok jelöltet meg lehet, és most a meggyőzés időszaka. Van itt egy nagyon érdekes adat, hogy mennyire tartják fontosnak azt a választók, hogy akit megválasztanak főpolgármesternek, tudjon küzdeni, hogy harcoljon a kormánnyal, mint hogyha az lenne egy főpolgármester elsődleges feladata, hogy menjen neki Orbán Viktornak és kormányának. És az az érdekes ebben, hogy a jelöltek is erre teszik a hangsúlyt. Ugye Kálmán Olga kifejezetten azzal a kampányol, hogy ő majd úgy beszélget Orbán Viktorral, mint eddig még soha senki. Karácsony Gergely meg, hogy az ő érdekérvényesítő képessége a tárgyalás technikája alapján sokkal jobb lesz, mint a többiek. Meg ő már csinálta. Tehát, hogy minthogyha mind a két oldal pontosan ezt érezni a legfontosabbnak, de igazuk van? Azt hiszem, hogy az a taktikának a része, hogy úgy lehet integrálni az ellenzéki szavazótábort, mert hiszen azért ezek nagyon sokfélék a budapesti ellenzéki szavazók is, szociáldemokratáktól liberálisokon át, nyilván vannak közöttük konzervatív szavazók is. Úgy lehet integrálni őket, hogyha azt elérik, hogy itt most Orbán Viktor ellenes szavazás van, és ezek alapján mérlegeljenek a választók, mert akkor az ellenzéki előválasztás jelöltje, győztese,
az képes lesz az összes ilyen szavazatot begyűjteni. Hogyha elkezdenének párt politikai ideológiai elvekről beszélgetni, akkor már lehet, hogy törésvonalak jelennének meg, amit meg nyilván nem szeretnének. Tehát ez kifejezetten az lesz a tétje láthatólag bárki is nyeri meg, hogy akkor le lehet váltani Orbán Viktor Budapesten. Hát ez az egyik, és emellett még van az is, hogy hát azért ez egy adottság. Tehát a Orbán Viktor, illetve a Fidesz Budapestet és a főpolgármestert mindig a legnagyobb kihívójának gondolta. Lényegében ő a második legnagyobb legitimációval rendelkező személy, sőt, ugye direktben a főpolgármesterre szavaznak legtöbben Magyarországon. Ugye sok szempontból egy főpolgármesternek nagy legitimációja van, több választó van mögötte személyesen, mint egy miniszterelnök mögött. Eleve ugye az ország gazdasági központja, másfél millió ember, ez nyilván nem kell ragoznom, és ennek okán a választóknak azért, a vezetők megígérik azt, hogy több pénzt szereznek Budapestnek, felújítják az infrastruktúrát, ezt nem akarom a programokat elmondani. Az a lényeg, hogy ezt viszont csak úgy lehet megcsinálni, hogyha az ember a kormányzattal, a központi kormányzattal, azaz Orbán Viktorral harcol. Van fél percünk. Bocsánat. És Kepler Frónius Gáborról egy mondatot azért mindenképpen kell beszélnünk. Már csak azért is, mert Andrásék 26%-ra mérik, ami egy ilyen rövid időszak alatt egy komoly eredmény. Ugye gyakorlatilag két hete ismert a nyilvánosság előtt, már amennyire ismert. Ehhez képest ez a 26%, ez nem is rossz, nem? Ez a Momentumnak szólt, tehát egyértelmű. Én azt nem hiszem, hogy az ismertsége az már akkor lenne, hogy ő húzná fölfele a Momentumot. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a Momentum mögötti lendület, az most viszi a jelöltet, és most nem megbántva a jelöltet, szinte tulajdonképpen mindegy lenne, hogy hasonló ismertségi szinten rendelkezve bárkit indítanának, akkor is körülbelül itt tartanának ebbe a történetben. Nem nagyon van idejük arra, hogy felépítsék ismertségbe és népszerűségbe, és ez nyilván meg is fogja határozni az eredményét. Én sem gondolom azt, hogy óriási eredmény fog befutni a fiatalember, és azt szerintem független az ő személyes teljesítményétől. Egyszerűen úgy alakult, hogy ez a verseny, ez két szereplő között fog eldőlni. Ez is, az előválasztásos verseny is egyébként, illetve a főpolgármester választásos verseny is, ahol a méréseink szerint azok a versenyzők, akik nem vesznek részt az előválasztáson, azok hatalmas handicappel indulnak. Puzsi Robertet a különböző forgatókönyvek szerint 4-6%-ra mérjük, Semmel Ádámot pedig 1-2%-ra, és hogyha Smuk Andor tényleg visszalépett, akkor azt jól tette, mert senki sem mondta be, mint aki esetleg választana őt. Smuk Andor visszalépett, tényleg, hiszen ezt be is jelentette. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. Köszönjük szépen. Köszönjük.